Védj egy jó kapust, tartja a mondás. Kisvárdán maximálisan megfelelnek a régi bölcsességnek, mivel 3 válogatott hálóőrrel kezdték el a felkészülést. A 29 éves bolgár Dzsukeva mellé érkezett, a 22 esztendős ukrajnai Balog Judit és a 30 esztendős Trifa Ágnes. Utóbbi Békés Csaván kezdte pályafutását, és az elmúlt másfél évtizedben megfordult többek között a Vasas, a Debrecen, a Vác, a Dunói Város és a szlovén Krim csapatánál is. A magát szlovén bajnoknak, szlovén kupagyőztesnek és EHF kupagyőztesnek valló játékos eddig 25 alkalommal szerepelt a magyar nemzeti együttesben. A rutinos kapus örül annak, hogy versenyhelyzetbe került Kisvárdán. 3 különböző stílusú kapus van itt, és oké, hogy egy ember állhat a kapuba, de nyilván ez egy csapatsport, tehát mindenkinek ki kell venni belőle a feladatát, és a kapusposzt amúgy is szerintem egy nagy felelősség, és tehát oda mindig aktuálisan a legjobb formában lévő ember kell, úgyhogy meg én szeretek együtt dolgozni a többiekkel, tehát én nem vagyok ilyen monogám típus, hogy na, csak én. Ez egy csapatsport, nyilván én is már sok mindent tapasztaltam, többiek fiatalabbak, úgy gondolom, hogy tényleg nagyon jól fogjuk tudni egymást kiegészíteni, és ami nekem nagyon fontos, hogy fogjuk tudni egymást húzni, ami a legfontosabb szerintem. Bár a klub vezetői hivatalosan még nem tűzték ki a csapat elé a 2017-2018-as bajnokságra a célt, a kapus már megfogalmazta magában, hogy mivel lenne elégedett a szezon végén. Meglepetés csapat lennénk, annak nagyon örülnék, meg én úgy gondolom, hogy játékos állományban jó játékosok alkotják a csapatot. Itt ami a legfontosabb az, hogy csapat tudjon együtt funkcionálni, és ez legjobban inkább az egyéneknek a kvalitása akkor fog kijönni, amikor tét szituáció van. Nagyon remélem, hogy tényleg nagyon jó szezon fogunk, tehát jövő év végén vagy nyáron tényleg mosolyogni fogunk, és jó helyezést fogunk elérni. A Kisvárda 3 felkészülési tornán köztes saját rendezésünk lép pályára, plusz még 2 edzőmeccs is szerepel a programban. A 3 kapusnak így bőven lesz lehetősége arra, hogy nehéz helyzet elé állítsa Máté Fieszter szakmai igazgatót akkor, amikor ki kell jelölnie a Vác elleni nyitómeccs első számú kisvárdai hálóérét.